Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Ma a Horváth Mihály Gimnáziumban egykor működő amatőr filmszakkor munkáját bemutató műsorunk második részét láthatják. Ahogyan már korábban is jeleztem, a szakkör létrehozója és motorja Kátai József kémia-biológia szakos tanár volt, aki, ahogy szintén elhangzott, 1968 és 2000 között volt az intézmény pedagógusa. A gimnázium egyik évkönyvében így ír a szakkör munkájáról. A 60-as évek elején dr. Dragon Károly, az országosan ismert amatőrfilmes, felkért, hogy legyek az operatőre, majd több sikeres filmet készítettünk együtt. Erről a munkáról szerzett tudomást az akkori igazgatóm Gidó Falvi György, és azt javasolta, hogy szervezzünk az iskolában filmezéssel foglalkozó szakkört. Vettünk egy Super 8-as kamerát, később egy vetítőt, bekéreckedtünk az iskola dekorációs raktár egyik sarkába, és elkezdtük a munkát. 8-10 lelkes gyerek járt be az olajos padlójú helyiségbe, ahol arról álmodoztunk, hogy sikeres filmet fogunk készíteni. Az egy filmkamerából lassacskán 15 lett, az olajos padlójú sarokból hangstúdió, a könyvraktárból gépház és labor, a szomszédos tanteremből pedig vetítő. Mai első filmünk Kutya László Üzenések című munkája. Thank you.
1983-ban a szakkör megkapta a kiváló együttes címet. A Művelődésügyi Minisztérium azzal indokolta a cím adományozását, hogy a szakkör jelentős sikereket ért el a fesztiválokon, igen eredményes, regionális, illetve országos továbbképzéseket szervezett, otthont adott az ifjúsági fesztiváloknak. A szakkör kitüntetéséért, munkájának elismeréséért sokat tett Banyó István, Hajas Tamás, László Róbert, Levendovics László, Szabó Tamás, Greskovics Dávid, Szőke András, akik az alföldi és országos fesztiválok díjait hozták el. A közoktatás akkori koncepciójának változása lehetővé tette, hogy helyi kezdeményezésre is létrejöhessen egy új fakultatív tantárgy. A Magyar Amatőr Film Szövetség elnökségének és annak elnökének, Bán Róbert filmrendezőnek biztatására kezdtem hozzá egy tanterv kidolgozásához, írja K.T. József. Az új tantárgy a Film és Videó Ismeretek címet kapta, és 1985 óta, a hosszas engedélyeztetési eljárás után a kötelezően választható tárgyak egyike lett.
Kezdetben az irodalmi drámai tagozatra, a színész osztályba felvett tanulók közül a harmadik évben kerültek ki a filmes hallgatók, akik az akkori átlagos filmszakköri felszereltségnél lényegesen igényesebb eszközökkel dolgozhattak. Később önálló felvételit hirdettünk és tartottunk, 88-ban, amikor a Soros Alapítvány segítségével eszköztárunk videófelszereléssel bővült, és így a diákok már videófilmmel is nevezhettek a fesztiválokra, biztató siker, első nekifutásra országos harmadik díj született. Azóta minden érettségiző filmes diák vizsgafilmet készít, melyeket szándékaink szerint mindig benevezünk majd az éves országos fesztiválra. S bár célunk nem több, mint a filmes alkotásként műértő szemekkel néző emberek nevelése, egyre többen orientálódnak az operatőrség, filmrendezőség felé. Jelenleg egy pályázat megírása után ugyanolyan lelkes izgalommal nézünk a bővülő tehetségek elé, például editáló berendezés, korszerű videókamerák és magnók, mint 30 évvel ezelőtt az olajos padlójú kiskuckunkban. Következzen most Bóta Csaba és Kádasi Zoltán 1987-ben készült Serafin című animációs filmje. Kedves nézőink, adásuk végén újra csak következzen egy szilánk a Michulink vetélkedő öreg diák humorából. Iskolai alapigazság. Egy diák nem mindig olyan szemtelen és buta, mint ahogy a tanárok hiszik, és egy tanár sem soha annyira süketés vak, mint amennyire a tanulók szeretnék. Ezzel a Horváth Mihály Gimnázium egykori amatőrfilmes szakkörét bemutató adásunk második részének végére értünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István. Viszontlátásra!